kinek akarjátok megtudni, hogy mekkora a pöcörője? Szia, Metri, jó munkát! Vivinek? Vivinek nézzük meg mekkora? Nézzük meg Vivinek mekkora. A little bit smaller than the average. Hát, ezt tőlem kell megtudnod. Elnézést kérek, Vivien, neked az átlagnál kicsit kisebb. Amúgy nézzük már meg Asdelárnak a csőgöreinek. Na neked mekkora Asde? A little bit bigger than the average. No! Azt mondjuk nem tudjuk, hogy a magyar átlagnál, vagy esetleg a kenyai átlagnál egy kicsit nagyobb neked. Nézzük meg kucsi mennyire. De neked mi? Lássuk az enyémet. Na jó, de hogyha kiírja, hogy soha nem látott még ekkorát, akkor nagyon nagyot fogtok nézni. A vidinka, I haven't seen bigger than this. Figyeld! Perfectly average sized. Anyád! Azt mondja, hogy it is the gold standard. Én vagyok az arany. Hát ennyi. Látod? Én mondtam. Golden standard vagyok. Na nézzük Tyap-Tyapnak. A good sight bigger than average. Na hát, Tyap-Tyap, egy kicsit nagyobb vagy, mint az átlag. Na jó, hát figyelj, a Shiny Johnny Hero-nak szerintem erre fogja azt mondani, hogy életében nem látott még ekkorát. Ő is perfectly average, mint én. Merje, kik vannak még? Danika, Mirmidrón, Asdelár, Sanyesz, Aftiel, Metril, Kuncsu, Krad, Black, Junior, Piro, Purmi, Slash, Gunda, Martinez, Szalacsi, hát ugye az a kapott, Natot. Natot? Kíváncsi vagy, hogy mekkora szotyoládé vagy? Hú, bazd meg, te tényleg kurva nagy vagy. Azt mondja, reliable body around. Comforting to have such a bulky. Ennyi. Vastag, nagy és kemény vagy, Natot. Ott is van, hát ezt Natot nyerte. Ő neki volt a leghatalmasabb pénz. Na jó, menjünk tovább. Sajnos Natótnak nagyobb, mint nekem, úgyhogy ez már nem is tetszik. Hoppá! Oj, itt jön az a karakter, aki a legkirályabb az egész játékban. Ez a... mondjuk nálunk lány volt, amikor fiú voltam. Most ilyen rövid hajú, nem tudom, de az az ívis táska az annyira királyul néz ki. Nem így nézett ki a kis csaj, amikor fiú voltam, akkor szerintem nem ilyen haja volt. Bár lehet, hogy csak rosszul emlékszem. De az ívis táska, az zseni. És jövök segíteni neki, figyeld! De még nem banolt, az is valami. Elmondod a férjednek, biztos értékeli majd? Hát mondd meg neki, hogy figyelj, azt mondták, hogy nekem hatalmas, úgyhogy papa, lépjél ennek érdekébe. Na lássuk, mit dug? Oh, Krudel!
Na gyere, Johnny Hero, mutasd meg, mit tudsz. A shiny mindenedet. Az a baj, hogy not very effective, akkor mindegy, az assurance jó lesz. Hát, mindegy, megpróbáljuk. Lear. Jó, az nem érdekes. Még egy előre, aztán majd amikor elkezd minket püffölni, akkor gáz lesz. Igen, mert most már nagyot karcol. Úristen! Johnny! Nem merem bevállalni, mert utána az lesz, hogy Johnny a mocsokba lesz. Hílelünk. Igen, a Lear miatt ugye a defenzem csökkent, és így nagyobbakat karcol rám. És csak 10-et. Jó, azt még túlélem. Túlélem! És most vidd be neki a pacsi! Ott is van. Meg is kapta, ami neki jár. Szintet is lépett. Na nézzük, van még egy? Nem, az már megfutamodik, mert meglátta Johnny-nak a hatalmas... Ó, még jön ő is. Report. Aj, te ilyen beköpős vagy. Ezt sose szerettem egyébként a suliban, amikor voltak ezek a spiclik. Jaj, ő nem csinálta meg a healthy-t, rólam másodta. Anyád! Következő testnevelés órán fixen ő volt pofárugva a foci labdával. Teljesen véletlenül, ugye? Az mi? Ja, most kaptam meg a Terra Orbot. Na nézzük. Most már akkor elméletileg terraformálni tudom Johnny Hero-t valószínűleg, ha ő az első. Na mit van? Jaj, Istenem, egy dolgot nem állítottunk be a gépen, az, hogy ne legyen ez a képernyő kímélő, mert x percenként kikapcsol. Na, nézzük! Szóval... Az a baj, hogy nincs túl sok... Ó, max HP-nk van, jó van. Én miért nem tudom? Ja, de tudom, jó. Figyelj csak! Egy struggle bug terraformált verziójával. Azt figyeljétek, mit fog csinálni a Johnny fiú. Azt nézd! Talán még az átlagosnál is rondább lett. Megharapták kérem szépen. De hatalmasat rakott Jungosra. Na még egyet. Azt mondjuk úgy nem kéne. Azért. Ez az. Your Pokémon burned so bright. Hát ennyi. A Johnny fiú csak úgy ragyog. De mi az a dance a háttérben? Még a csapattársa hogy örült annak, hogy én nyertem? Hasta la vista. Azt mondja, even the teachers don't know what to do about them. Ők ilyen rebellis tanulók. Igen, azt az Eevee-beget, azt én is szeretném megszerezni, az nagyon menő volt. Én meg itt ezzel a kis bézs nyomitáskámmal itt rohangálok. Tehát ha másért nem, már ezért a táskáért meg fognak engem verni, hogyha ezzel bemegyek az iskolába.
Na. Bejöttünk a susuba. Na, ő pedig a igazgató úr, nem? Az a helyzet, hogy ugye én szeretnék a champignon lenni, de nem tudtam eljutni odáig, mert törölted a mentésemet, te nyomorék. Most így nyilván én vagyok a nyomorék, hogy töröltem a mentést, de ez most lényegtelen. Recepciós kacsa. Igen, a recepciós migrénes kacsa az nem biztos, hogy a legjobb kombináció. Szia, Domi! Oké, okay, we are in class 1A. Az ások mindig nyomorékok voltak. Team C! Csak a Team C. Mi voltunk a legjobb osztály. Az nálunk az ások voltak egyébként az ilyen gyűjtő, tehát azért borzalom volt, tehát ott ilyen, nem tudom, tehát ilyen egyetemes prolik voltak. A bések voltak nálunk a problémásak, akik ilyen átmenet volt, mert volt köztük jó tanuló, de amúgy ők is egyébként ilyen nyomik voltak. És mi voltunk a C, mi mindig mindent megnyertünk. Mi voltunk a okosok. De most sajnos az A osztályba kerültem. Nálatok a C volt a problémás gyűjtő? M osztályos, van olyan, hogy M? Ja, hogy M mint matek tagozatos? Ó. Hát, figyeljetek, az én időmben még csak ABC volt. Az A osztály máshogy meséli. Nem, ők is így vélekedtek magukról. Mehatronika? Na, az mondjuk akkor sokkal menőbb. Mit kell csinálni? Nem figyeltem, bocsánat, csetet olvastam. El kell hagynom a oskolát? Welcome, new kid. Welcome. You can move around in the school. Try checking out places on the map where you have... jó van. Aha, mehetek a kafetériába. SS voltál? Ja, mint nyelvelőkészítő. Aha. Itt van a méhes csávó. Hallod, az a haj, az büntet. Még hajmosás után nekem is ilyen, de azt így nem sűrűn szoktam embereknek mutogatni. Ja, S voltam, ja, bocs. Azt hittem, hogy volt olyan, hogy S osztály. C-sök speciálisok nem feltétlen dicséret ám. Hát nyilván ez a milyen iskolája, úgy válogatja. Nálunk így volt. AB nyomi, és a C volt a király. Don't have any friends. Hát, igen, ezzel tudok azonosulni. Egyetlen barátom nekem is krappa, de az is csak azért, mert fizetek neki. Pihe hajlandó még néha elviselni, de ő meg azért, mert ugye játékokat kap tőlem. Oké, most bejelölte nekem a titánoknak a helyeit. Ez ugye a Path of the Legends. Igen, mert ugye ennek három ága van ennek a játéknak.
Én is leszek a barátod jó pénzért. Ez az! Ennyi pénzért találhattál volna jobbat is. Jó, na most akkor mehetünk tovább. Jó, itt megkaptuk a... Jaj, most jön a ratototototom. De most a kafetériába jöttem, és az amúgy is rohadt éhes vagyok, srácok. Alig várom, hogy mehessek ebédelni. Erre most a kafetériában nézem a kisgyerekeket, akik akkora szendvicset esznek, mint az egész felső teste. Én egy sörért a tied vagyok. Ez az opti! Ez jól hangzik. Egy söröm mindig van, mert én amúgy meg nem szeretem a sört annyira. Gondolj bele, tökéletes páros vagyunk. Ez olyan, mint az olivabogyó szabály. Ha egy párból mind a kettő szereti az olivabogyót, akkor azoknak szét kell menniük. Olyan nincs. Tehát a tökéletes harmóniához az, hogy az egyik utálja, a másik nem. Igen, na most mi a feladatom? Itt tudok mocorogni? Igen, a staff roomban még nem voltam. Az olivabogyós dolgot még nem hallottad? Ha egyik se szereti, az se jó. Te nem néztél How I Met Your Mother-t akkor. Abba van az olivabogyó szabály. Na ennek a csávónak figyeljétek, milyen haja van. Mondjuk nem biztos, hogy csávó. De az a trapéznadrág is elég vadott baloldalt a jányon. Én úgy hallottam, egymást kell szeretni. Azon már rég túl vagyunk. Az már mindegy. Ha érted, hogyha te utálod az olivabogyót, ő szereti, akkor az mindegy, hogy te iránt, amit érzel. Az olivabogyó szabály minden érzelmet felülír, és új alapokra helyezi a kapcsolatot. Így van, idővel amúgy is csak együttélés a vége, pontosan, és akkor ugye jön az olivabogyó. Na, olyan hajat például minden? Az ilyen tipik anime haj annak a bal hátsónak. Te szerinted még nem is ettél olivabogyót? Komolyan? Na, most kaptam meg a gymeket. És ugye itt van, hogy 8 gym van összesen. Gondolom először jobbra kéne menni, vagy balra, de utána rögtön jobbra. Mi elindulunk jobbra, mert arra nem nagyon jártam. Na neked is milyen hajad van. Ding, ding, dong! Na! Csonka pici, hív minket, figyeljetek! Ja nem, hívnak az igazgatóiba. Nem biztos. Where do you want to go? Hát a director's office. Az első optimális, az a Kortondo Gym Leader. Az jobbra vagy balra, Imhotep? Elkaptak, hogy cigizet, igen.
Nem, most mi van? Most ugye mutat valamit nekünk a tévén. Na! Nice to meet you! Professor Sada! Hát nem is a riválisra kellene rámenni, hanem Professor Sadára. Nem, nem ő a trapézgatyás. A trapézgatyásnak kékes volt a haja, tyap-tyap. Balra a bogaras, és akkor utána jobbra. Oké. Okay. Előbb kell a balos. Balos bogaras. Nem ő a tudós, aki elküld minket ide-oda. Már nem is tudom, hogy a Sadának mit kellett... Várjál, a Sadától jön szerintem maga a robot Pokémonnak a fejlesztése. Azért szeressen a párod, amilyen vagy? Nem, amilyen az oliva bogyó. A kutyát kiengedte be? Nem tudom úgy, hogy honnan került elő, mert ő ugye elméletileg nálam van. Excuse me! Én még mindig itt vagyok, köszi, köszi szépen. Mennyi elvárás van itt? Hát, Tomcat, és ez még tudod, egy ilyen szűkített dolog. Oké, most a saját szobámba megyek el, szobára visz a csaj. Gondolom, ott megmutatja, hogy mik az opcióim. A következő zérós mix az oliva bogyó. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudja megcsinálni egyébként Zero Mixbe. Fel kell adni neki a leckét. Na igen. Tehát itt derült ki, hogy örökké egyedül fogok élni, ugyanis egy single size bedet kaptam. Tehát még csak senkit nem tudok fölhozni se. Keresem azt a nőt, aki szerint az olvójót írjon PM-be. Na, szóval honnan tudom, hogy hova kéne most mennem? Tudjátok mit? Akkor egy kicsit gamblingezzünk. You can't use this. A kurva életbe. Seems like it's time for a good rest. Ó, tehát ki kell próbálnom az ágyam. Másnak a lakása nincs ekkora? Ez szerintem egyébként nem nagy. Mert mint van benne egy ágy, ami egyben már rögtön egy dolgozószoba és egy konyha. Az is leválasztva, nem? Hát hány napot aludtam szerintetek? Jól elfáradt a karakter, nem? Ding, ding, dong! Emlékszem, hogy itt elég sokat kellett cseszekedni az iskolában, mire az volt a mondat, hogy ki tudok menni és folytatni az utamat. It is time! Mondta a Terminátor. Lehet, hogy mosolyogta ki Krappa a klippet a sorsolásról. Where do you want to go? Hát akkor schoolyard. Ha már csak egy választási lehetőségem van. Na.
Meghallgatjuk az igazgatótól a pöszödi beszédet. Igazából mindent pokémonossá lehet tenni, csak azzal, hogyha eléraksz egy P betűt. Tanulunk a Poxfordba, hallgatjuk a pöszödi beszédet. Ott a trapézgatyás is. Igen, az nem megy nagyon messze. Micsoda szép goldák. Az a baj, hogy itt viszonylag kevés átalakulás várható ezen a streamen, mert nem haladunk gyorsan. És az a gondom, még hogyha így van is kedvem vagy hangulatom, hogy esetleg játszak off-stream a Pokémonnal, akkor nem nagyon tudok, mert hogyha off-stream elkezdek mondjuk így szintezni, vagy elkapni Pokémonokat, egyrészt nem tudom rólatok elnevezni, max utólag. Meg akármennyit játszom, ugye a shared XP miatt minden Pokémonnak ugye nő az XP-je, csak az lenne megint, hogy egyik streamről a másikra igazából már csak így végig kellene ugrálni a gymeken, mert már minden más megvan. Kiraktam nagy képernyőre a streamet, hát nem kellett volna. Mi, csúnya vagyok? Vagy mi van? Most gondolj bele, én monitoron játszom. Azért ezzel is jobb játszani handheld módban, amikor egy kis képernyőt nézel. Na, elméletileg szabad vagyok. Onnan tudom, hogy merre menjek. Egyrészt poképa... You can't use the... De miért nem? Miért nem tudom használni a... poké... faszomat. És most miért nem mutatja, hogy hova menjek? Nem, mondjuk itt megállít, úgyhogy azért nem mutatja, gondolom. A vedd ki a kontaktlencsét, az segít egyébként ennek a grafikáján. Igen, ehhez kellene egyébként egy ilyen pici monitor elén, tudom, amire hunyorogva kell nézni, úgy biztos, hogy nagyon szép. Ja, és itt kapom meg a harmadik feladatot, ugye, mert már vannak gymek, vannak titánok, viszont a treasure hunting mapot azt hiszem most adja meg. Mobilról persze ideális, tehát hogy azon jó. Megmondom, én már megszoktam, hogy minden játékot ugye monitoron játszom vele, tehát hogy annyira nem zavaró. Inkább az FPS probléma szokott bosszantani. És azon nem hiszem, hogy segít, hogy most már nem a egyes verziós van, hanem az OLED. Majd a Switch 2. Igen, emlékszem, a tónál volt a nagyon-nagyon ritka fű Pokémon. Igen, azt a Tropiust vagy kit, azt kapd el, mert olyan ritka, hogy utána csak 27 másodpercenként találkoztunk kettővel. Mindig. Jó, a Cassiopeia hadművelet ismét elindul. Múltkor láttam, képzeljétek el egy videót, ahol azt taglalták, hogy amúgy az Oak professzor, aki ugye az ősrégi Pokémonoknak ugye a karaktere, a tudósa, az igazából az egész gonosztevő gárda mögötti mastermind. Egy év után beég az OLED-es Switch. Az a baj, hogy nekem ennél, vagy hát az a jó, hogy nekem erre nem lesz lehetősége, mert 97%-ban dokkolóba van.
Na. I'm gonna battle every single trainer, azt mondja. Én pedig ott leszek a nyomodba. Azt mondod, hogy ilyen, hogy a név kötelez? Hogy ilyen névvel te is szuper gonosz lennél? Hol lehet kikapcsolni, srácok, a képernyő kímélőt? Mert ez kezd idegesíteni, hogy folyamatosan elmegy a kép jobb oldalt. Na ezt bezzeg nem állítottuk be, Loli, tegnap. Ez az. Megkaptuk a motorciciglit. Az, nekem csak az a furcsa, hogy bár ott van a mellkasán is, meg a tökei helyett is, ugye a kerék, de mégis futunk, tehát hogy nem is motorozunk. Viszont ilyen chopperes izéi vannak, fogantyúi, az nekem csak most tűnt föl. A history class is available to take. Na most figyeljetek, én múltkor nem mentem vissza az oskolába. Mi van akkor? There are mass outbreaks occurring. Ez lenne a mass outbreak. Nem, az egy titán. Gondolom egyre beljebb vagy kettővel, vagy hárommal. Jó, azt mondta, hogy van susu óra. Na most kíváncsi vagyok, mert szerintem 30 óra alatt sem mentünk vissza az iskolába. Személyre szabály zárvása képen a képernyő gimérőben. Kösz! Akkor ezt azonnal megcsinálom. Na, figyelj! Tehát, hogy van óra. Aha! Azért ennyi volt múltkor? Biológia óra. Na, nézzük meg a biosz órát. Igen. Ez az! Boncolni fogunk! Yes! Na, és én eddig miért nem jöttem ide? Ez az Pikachu boncolás! Glad to see you having fun. Every time someone using an app catches a Pokemon, the data gets sent to me. Igen, te vagy a mastermind. Jacques Cousteau. Az a Jacques Cou. 30 regisztert Pokémon. Annyi már van? Valószínűleg nincs. Oké, ez volt a biológia óra. Tehát, hogyha már egész sok mindent elkaptunk, a Director's Office-ba visszamehetünk. Valamit beszélgetni lehet velem. Volt felkiáltójel. Treasure Hunting. Hát még nem mentem el az iskola területéről, csak rögtön visszajöttem. You must first simply go where your heart takes to and you shall do splendidly. Jó. Merre vannak nála side questek? Tell me what does Chaggy mean? It's a really chewy gumball. Being outdated szerintem. Most én tanítom a dirit slangre? Oké. Oké, és közelebb kerültünk a direktorhoz. Na, mondjuk tekintettel arra, hogy egy körülbelül 10 éves kislány vagyok,
Nem biztos, hogy ennek a feliratnak örülök. Na, tudok menni a gyengélkedőre. Mondom, ezeken végig sem mentem múltkor. Az kemény. No! Hello! Na, folyton beteg akarok lenni, hogy Miriam kezeljen. What brings you here today? Hát nincsen semmi gondom. Yes, első alkalom lesz. Waifu szimulátor, igen. Nem, hát hogyha waifu szimulátort akarnátok látni, akkor ezzel a Starfall, Honkai, valami ilyesmivel kéne játszani. You become slightly closer. No! A Dirinek annyira nem örülök, viszont ez jó. Na nézzük, hol van még főkiáltójel. Sehol. Jó, akkor az entrance hol, akkor végül is csak ennyi volt. Elkezdted a Honkai-t? Gyenge vagy, Purmi. Mondtuk, hogy ellen fogunk állni. Jó, hát figyeljetek, igazából akkor oskolában nincsen dolgom. Akkor menjünk ki. Plusz betűvel már tudok, ó, de jó érzés. Ú, de jó, és tudok ugrálni is. Jó, na, akkor egy dolgot kellene megnézni, hogy most, ott van, köszi. Na, ez volt a lényeg. Jöhet a stream végi gambling. Na, lássuk ki a duplik, jaj, várjál, először lépjünk ki, és rendezzük el. Mert nem akarok mindig lépkedni a menübe. Szóval, azt mondja, hogy doboz, és ugye akit cserélünk, az ez a plusz pók. Azt cserélhetjük a kettesen. Ugye csak az az egy pók van, amit nem neveztünk el, mondtuk, hogy majd később cserére jó lesz, ugye? Mert Pikuchi is itt van. Igen, és ugye van egy Shining, aki Danika, és a másik Shining egyelőre Johnny Hero, őket mondjuk mi fogtuk el. Kaptunk ugye egy shiny, nagyon különleges ilyet. Ez majd be kell cserélni valamikor valakinek a helyére, ha valamelyikőjük már átalakult. És kaptunk egy ilyet. Ez ami endgame Pokémon a másik verzióból, nem az, ami nekem van. És akkor igen, őt cseréljük. Na most ez egy ilyen egyváltozós történet lesz, hogyha ehelyett kapunk valami jót, akkor oké. Ha nem, akkor trédeljük tovább. Na lássuk! Szeretnék Shiny Charmandert. Vagy, tudod mit? Nem, még jobbat mondok. Én egy Shiny Squirtle-t szeretnék. De van benne Charmander. Volt múltkor Charmanderem, kaptam. Azt hiszem nem shiny, de többször is kaptunk. Vagy a fehér tyap-tyap, igen. Jó, hát ez nem jött össze az első. Ráadásul nem is shiny, úgyhogy mehet tovább. Ú, igen, mondjuk egyébként fehér tyap-tyap is szép lenne. Az egyel durvább, mint a szürke Gandalf. Charizard volt valami event alatt. Hát gondolom, akkor abból azt elkapták, és akkor abból bekerült a játékba ugye a Charmander a kefélés útján. Na,
Valami jót. Kaptam egy mimikes ládát. Hát, gimigul. Nincsen, annak nincsen értelme. Mármint tudom, hogy lehet majd elkapni, úgyhogy... ez a chest form. Ennél már az is jobb volt, amikor megkaptuk ennek az átalakult verzióját. Az vicces volt. Na. Mehet tovább. Surprise, maravaga! Ez durvább, mint egy láda nyitogatós stream, nem is? De full ingyen van, ez nekem azért jó. Hoppá, ez valami újdonság, ez egy shiny, és ugyanattól a csávótól, tuti, figyeljétek, a fehér béka. Happy New Year. Az a neve, hogy Happy New Year, de ez tuti, hogy shiny. Ez nekem nagyon olyannak tűnt. Igen, mert ez ilyen kék lenne. Happy New Year, level 1-es. Ott van, shiny, és van nála egy XL-es XP candy. Oké, akkor őt is megszereztük. Ez ráadásul evolvos is, azt hiszem. Miért? Ez nem alakul át? Ebből lesz az a ninja béka. Viszont akkor kell újat elkapnunk, hogy tudjak trédelni. És ahhoz kell rájönni, hogy merre kell mennem. Na most, merre állok arccal előre? Így. És akkor az volt, hogy... Hú... Várjál, merre menjek? Így indultunk. Tehát először balra kell menni, ide, ugye? A Bug Ladyhez. Korton Dojin, igen. Tehát akkor, hogyha jövök lefele, akkor jobbra kell kimennem. Ja, hogy amit én kaptam, az valamelyiknek a második stage-e. Amit azért nem értek, mert ötös szintű, amit kaptam. Tehát, hogyha dugásból jött, akkor a babynek, tehát az egyes szintűnek kellett volna lennie, nem? Amint úgy egyrészt egyes szintűnek, másrészt meg... első átalakulásnak. Vagy mi az alap átalakulásnak. Rilu Lucario. Akkor jót kaptam. Hát ebből mondjuk nem látom, hogy ő micsoda. Igen, ő a kicsi. Tehát ő átalakul. Menő, akkor, hogy két ilyenünk van már. Hát igen, csak ugye akkor akarom megbontani a mostani tímet, hogyha átalakulnak a kisebbek. Bár lehet, hogy érdemes lenne behúzni többet is, hogy ne nagyon elfejlődjenek az emberek egymástól. Jó irányba jöttem ki? Jó irányba jöttem ki, ugye? Igen, írja túl. Ott egy síp! Ott a maríp! Amit kaptam... Jó, akkor az jó. Elektronyos bárány! Jaj, ne, az isteni, de utálom, amikor elektronyosok ellen harcolok és paralizálnak!
Utálok paralizált lenni. Az, igen, ez. Ennél még az is jobb, hogyha inkább az van, hogy megmérgezel, vagy valami. Na nézzük, ki lesz a bárányunk. Marip Wool. Na, nézzük, ki lesz a Maripünk. Tabula ráza! Te lettél az elektronyos bárány. Király! Oké, tehát most már tudjuk, hogy néz ki a nem shiny verzió tabuból. Jaj, az mi? Ilyenem már van? Akkor ez olyan kicsi, hogy nem is látom. Mi ez? Ja, ez a kis oliva! Smoliv. Igen. Hát ebben a játékban ez a mount, Aliz. A sztorival megkapod az elején, és akkor azzal tudsz közlekedni. Tessék, beszélgettünk az oliva bogyóról, és azonnal jön egy oliva bogyó Pokémon. Pontosan. És lássuk, hogy ki lesz az oliva bogyó. Girosz nincsen már? Mondjuk Giroszon tökéletes szerintem az oliva bogyó. Jaj, várjál, mert ő ilyen trükkösen írja a fiú a nevet. Gír. Ósz. 10-29. Akkor most beszélgessünk a csöcsökről. Így van, tyap-tyap, beszélgessünk a csöcsökről, hát ha jön két orbitálisan nagy csöcs velünk szembe. Itt nem hiszem. Ó, de Nyomi vagy, neked nincs ebből shiny. Paralizált. Persze, paralizált vagy már megint. Már megint! Johnny, nem tudom veled mi van. Mondjuk lehet, hogy nem meg... Aj. Mondjuk, hogyha meg megöl, akkor nagyon jó volt. Mondjuk ez a bug, ez nem hiszem, hogy lesebez. Úgy csökkenti szépen. Na jó, akkor híleljük föl. Azt szeretem a játék elejében, hogy még a potion is maxra húzza általában a Pokémonokat. Nem kell még a kis hiper potion, super potion.
Még azt kellene, hogy emellé a támadás mellé még paralizálódok is. Ez a nap ilyen? Igen. Figyelj, ameddig az van, hogy shiny pokémonokat találunk és te paralizálódsz, addig ezt bevállalom. Drifloon. Hát, az flyingos. Arra hozzuk be Vivient! Nézzük a pici macit. Az nagyon pici tényleg. Getting pumped. Tizenegyesek lettek. Jó, az nem shiny. Na, ő viszont új. A másik madár. Ennek a Pokémonnak a PG-je. Az viszont bazira nem jó, hogyha azaz gyorsan váltsunk át gyap-gyapra. Még mielőtt a madárka szalad szincálja a Johnny hírónkat. Na, ezt csipkedheted. Annyi zsír van rajta, hogy megőrülsz, mire elérsz bármeddig is. Na nézzük, ki lesz a Starly? És szerintem a mai nap utolsó Pokémonja. Tizennégyes lett az Avidinka. Martinez már volt. Slash már volt, ugye? Úgy emlékszem, hogy volt már Slash. Ezt nem erősíti meg senki? Vagy nem cáfolja meg senki? Igen, ők csalók, jó? Hun MRX viszont még nem volt. Ez egész tuti. És hogy vagy te? A nagy M R X. Nice! Akkor te lettél. Újra jelentkeztek. Nem azért, mert újra jelentkeztek, hanem azért, mert amikor kihúzok X győztest, és utána akarok kihúzni még, akkor sajnos nem engedi, mert hogy megtelik az a sor. Ne kérdezz, hogy miért van ilyen, mindegy. És akkor ki kell őket törölnöm, és akkor igazából újra visszakerülnek a kalapba, úgymond. És ezért. Na, viszont itt fogunk menteni egyet. Ugye lokálisan, mint most már tudjuk. És akkor amikor folytatjuk, innen fogjuk folytatni. Na, skacok! Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, és az egész heti figyelmet és támogatást. Találkozunk hétfőn. Mibe maradtunk, hogy hétfőn mi lesz a játék? Nem mindenki, Sanyesz. Zeldázni fogunk hétfőn, vagy tudjátok mit? Ne zeldázzunk hétfőn. Várjál. Pénteken és szombaton biztos, hogy diablózni fogunk. Vasárnap lesz egy rendezvény, ahol ott leszek, tehát nem lesz stream, viszont lehet találkozni majd velünk. Többet magammal leszünk ott
arról részleteket szerintem jövő héten tudok majd megosztani veletek. De a lényeg, hogy előtte pedig ugye hétfőn és kedden van stream, tehát ilyen nagyon hosszú dologba nem kellene belekezdeni, mert azt majd meglátjuk, hogy mi lesz a Diablóval, hogy azt mennyire akarom játszani, vagy nem akarom játszani, tehát inkább valami olyan kellene, amiben vagy belenézünk, vagy visszanézünk. Tudok mondani nektek egy olyat, hogy mit szóltok hozzá, ha? Ad 1. Belenézünk újra a Starboundba. Aki ismeri a Terraria nevű játékot, és tudja, hogy én azt borzasztóan szerettem, na a Starbound az hasonló, csak már egy kicsivel ilyen fejlettebb, hogy úgy mondjam, vagy később jött ki, már más mechanikák vannak benne, abba újra belenézhetnénk, vagy megnézhetjük Total Blindba, úgyhogy semmit nem tudok róla, a Project Zomboidot, vagy akár adhatunk egy esélyt a Fallout 76-ba visszanézésnek. Honnan jönnek egyébként a játék nevek így a csetre? Tehát mondtam, hogy mik vannak, honnan jön megint valami más? Na ezért akarok belenézni Langlager, mert állítólag csomó minden jött bele. És én akkor is egyébként, az a durva, hogy én akkor is rohadtul imádtam azt a játékot, amikor egy hulladék volt. Na ha amúgy most az nem az, akkor tök szívesen visszanéznék bele. A Project Zomboidot nulla tudással nem szeretnéd. De igen! Pont arra vagyok kíváncsi, hogy milyen, mert valakinek akkor is el kellett kezdenie annó. Tehát nem mindenki úgy kezdte el, hogy már tudott róla mindent, azt ki kellett tapasztalni. Mind a három jó játék, win-win-win. Figyeljétek, lehet az is, hogy a hétfői és keddi napot erre szánjuk rá, hogy belenézünk ebbe a háromba. Megnézzük a Starboundot is, belenézünk a Project Zomboidba, meg mondjuk a Fallout 76-ba, mert megmondom őszintén, hogy a Minecraftot el akarom kezdeni, mert tegnap fölraktam a gépre, de azt nem úgy akarom elkezdeni, hogy elkezdem, és utána egy hétig nincsen Minecraft. Úgyhogy az majd később. És már csak az kellene, hogy adott esetben volt már valaha a csatornán? Igen, egyszer már elkezdtem, csak abba hagytam. Nem csináltam végig. Azt kellene megbeszélni, hogy pihét rávenni a Fallout 76-ra. Na, az biztos, hogy nagyon vicces lenne. Ja, volt a csatornán egyébként, mit tudom, hogy párszor. Egy-két alkalommal játszottam vele, de nem volt semmi extra. No Man's Skyhoz jött kiegészítés, megharópot. De a No Man's Sky-jal egész sokat játszottam. A végigcsinálás sárkányölést jelent? Igen, mert ott van a játék vége. Viktor még ezt nem hajlandó belátni. Tehát ő sok ezer órája még mindig tolja, mert nem szólt neki senki, hogy amúgy az a játék addig tart. Az nem olyan lövöldöző, és abban mélizni is lehet, pihe. Jaj, tudom, azok, akik... Ebbe bele se menjünk, anyja. Sokan gondolják így, csak ők nem tudják. Na, úgyhogy... Oké, akkor már csak azt találjuk ki, hogy hétfőn melyiket szeretnétek? A Project Zomboidban majdnem biztos vagyok, hogy az elég hamar kiégne az agyam, de lehet, hogy annyira mégse. Hogy azt akarnátok-e, hogy hétfőn megnézzük a Starboundot és a Project Zomboidot, vagy nézzük meg a Fallout 76-ot? Szerintem kb. Így lehet pariba rakni a kettőt, mert a Fallout 76-tal elbaszok egy egész streamet, az egész biztos, viszont se a Starboundba, se a Project Zomboidba nem vagyok biztos, hogy végig menne. Melyiket szeretnétek előbb megnézni? Falloutos mehet holnap? Jó, akkor legyen így. Örülök neki, hogy amúgy egy pici esélye van annak, hogy titeket is fog érdekelni.
Meglátjuk. Ha nagyon szar, úgyse játszom vele, de én tudom, hogy annó, amikor kijött, mi huntiékkal rongyosra játszottuk. És akkor szar volt, de nekem akkor is tetszett. Hogyha azóta javult, és már pluszokat is hoztak bele, akkor az win. Úgyhogy akkor legyen ez. Hétfőn akkor belenézünk a Fallout 76-ba, kedden megnézzük akkor a Project Zomboidot, meg a Starboundot, szerda csütörtök pihi, pénteken pedig, akkor maradjunk abba, srácok, hogy mivel mondtátok, hogy lenne rá igény, ezért én péntekre kiveszek Szabit, és akkor jövök reggel, és akkor egész nap diablózunk, jó? És mondok valamit, mondjuk reggel 9-től este 10-ig. Nem tudom. Vagy ameddig bírjuk. Úgyhogy akkor péntek az így lesz. A szombat az normál menetrend szerint szerintem végig diabló, és vasárnap pedig rendezvényen leszek. Ha tudjátok még alakítani a hétvégéteket, és érdekel titeket egy vasárnapi budapesti program, akkor még ne csináljatok semmit vasárnap délutánra, mert majd amikor tudom már mondani, hogy miről lesz, akkor eldöntitek, hogy akartok-e jönni, vagy sem. Jó? Találkozunk holnap este 6-kor. Addig én is pihizek, meg van egy videó, amit meg akarok csinálni nektek, amit igyekszem egyébként ma délután kirakni, úgyhogy majd nézzétek az Instát. Ha minden jól megy, akkor délután, vagy hát egy pár óra múlva ki tudom rakni a videót. További szép napot, srácok! Találkozunk holnap este 6-kor, addig is jó pihit nektek! Sziasztok!